Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ez egy napi horoszkóp, illetve ez a felvétel két napra szól, hiszen az energia hasonló, mégpedig szeptember 11-ére és szeptember 12-ére. Az indiai asztrológiánál vannak az úgy nevezett jógák. Ezek bizonyos kapcsolatok, de vannak az ujjaink jógái is, és mutatok most egy gyakorlatot, aminek van egy megnyugtató hatása, és segít fejfájásoknál. A hüvelyk ujjunkat, a kis ujjunkat és a gyűrűs ujjunkat így összetesszük. A középső ujj és a mutató ujj kifele mutat. Amikor belélegzünk, akkor kicsit összenyomjuk a hüvelyk ujjat, a gyűrűs ujjat és a kis ujjat, és kilélegezésnél elengedjük. Mutatom a gyakorlatot. És most megnézzük azt, hogy mit üzennek a csillagok. A hold az indiai számítás szerint mindkét napon a halak jegyében van. Itt a halak jegyében van Jupiter bolygó és Neptun bolygó. Mindkettő jól érzi magát, hiszen mindkettő uralkodik a halak jegye felett. Jupiter bolygó adja a lehetőséget, szerencsét hoz, Neptun bolygó a szimbolizálja az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket. Mars bolygó szimbolizálja a férfiakat, és Mars bolygó a bika jegyében mozog. Jó kapcsolatban áll a halak jegyével. Ez kihat a férfiakra, hiszen náluk megvan az elképzelés, megvannak az álmok, a bizalom, hogy minden jól alakul, folyamodnak az események. Vénusz bolygó szimbolizál bennünket, hölgyeket, és Vénusz bolygó az indiai számítás szerint az oroszlán jegyében van, és a távolság a halak jegyéhez, ahol a hold, Jupiter bolygó és Neptun bolygó mozog, ez a távolság kivált bennünk, hölgyeknél bizonytalanságokat. Megvannak az álmok, a remények, de úgy vacilálunk, úgy 100%-osan nem hiszünk ebben. Ami jó hatással van ránk, az a Merkur bolygó energiája a szűz jegyéből, hiszen ott van a szomszédban, megvan a bizalom, a közelség, azon kívül a kapcsolatok, a beszélgetések, és ez jó hatással van ránk. Nem csak ránk, hanem a beszélgetések a férfiakra is jó hatással vannak, hiszen Merkur bolygó a szűz jegyében, a föld elemében van, és Mars bolygó szintén a föld elemében, a bika jegyében van. Tehát itt is vannak jó kapcsolatok, egy jó hír, szép beszélgetések. De nálunk hölgyeknél a mai napon, illetve 11-én, 12-én, szeptemberben olyan a hatás, hogy megvannak ugyanaz álmok, az elképzelések, de vagy valaki kihat ránk, és azt mondja nekünk, ne álmodozz olyan sokat, ebből úgysem lesz semmi, és akkor feladjuk ezeket az álmokat. Viszont jó beszélgetések, bizonyos célokról, az segít abban, hogy meglegyen egy bizonyos cél, amit esetleg el tudunk érni. De itt nem az álmodozásokról van szó nálunk hölgyeknél, hanem reális dolgokról. Az indiai asztrológiában vannak az úgy nevezett holdházak. 11-én a hold az Uttarapadra holdházban van. Efelett a holdház felett egy kígyó uralkodik, és jelenti a változásokat, a megújulásokat.
Itt szélsőségekről van szó, mint például nap és éjszaka, a férfias energia, a nőies energia, ying und yang, és itt kell a középút. Tehát lesznek behatások, külső behatások, ezek ellent mondanak egymással, oda kell figyelni a dolgokat, és valahogy úgy középen találkozni, ez a megoldás. 12-én a hold a Reváti holdházban van, ez az utolsó holdház, és ez utal a célokra. Az a fontos, hogy legyenek konkrét célok, a türelem, és hogy ne adjuk fel ezeket a célokat. Ezen a napon megvan a siker, megvannak az eredmények, ha mi hiszünk ebben, vagy hiszünk magunkban. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!